Jó napot kívánok! Érkezett valamilyen levél, posta ma? Jó, majd máskor lesz. Én a 70-es évek elején, a 60-as évek végén kezdjem onnan. Voltam a Jópajtásnak állandó olvasója. Nővérem van, aki ugye előttem már járatta a Jópajtást, és én bele-bele olvastam, és nagyon szerettem. És a Hadarú Jutka elolvasásán időről időre komoly harcok is folytak, hogy melyikünk szerzi meg először az újságot. Ezt gondolom, hogy másutt is így volt más családokban, hogy szinte kapkodtuk ki egymás kezéből az újságot, ugyanis a tévén, rádión kívül nem nagyon volt szórakozási lehetőség. Talán annak köszönhetően többet is olvastunk, és az újság is többet jelentett, mint ma. Hát persze nem gondoltam annak idején, hogy majd egyszer én is ide kerülök, hogy szerkeztem a gyerekeknek a lapot a legjobb belátásom és tudásom szerint, de azért bizony néha úgy sóhajtozva idézem vissza azokat az időket, amikor a Temerini Kókai Imre iskolába, ahol én diák voltam, Jóska bácsi behozta a nagy köteg Jópajtásokat, és nem, hogy osztály nem volt, hanem szinte gyerek alig volt, aki nem vásárolta a Jópajtást. Hát ez az újságkészítés szempontjából egy nagyon idillikus időszak volt, azt hiszem sohasem fog visszatérni, szép emlék marad részünkre, akik azt a kort megértük, és azért arra sarkal bennünket, hogy minél jobb újságot csináljunk, hogy valamilyen szinten a mai gyerekek is megismerjék az újságolvasásnak a szépségét. Azt gondolom, hogy a gyereklapoknak az egyik elsődleges feladata épp az, hogy olvasóvá neveljük a gyerekeket, tehát olyan fölnőttek váljanak belőlük, akik nem vetik meg a napi lapot, a heti lapokat vagy a könyveket. Én gondolom, hogy ahogy a gyereknevelés a gyermek megszületésének az első pillanatától elkezdődik, ennek későbbiek folyamán része az olvasásra való nevelés. És itt a szülőkre is gondolok, de természetesen az iskolára is, mint nagy beható tényezőre. A gyerekek szokásai ugyanis otthon kezdenek kialakulni, de aztán a szocializálódás folyamán az iskolában érnek be. Fontos az, hogy gyereklapot kapjanak a gyerekek. Fontos az, hogy diáklap készüljön egy iskolában, mert neveli, aktívvá teszi őket, és talán gondolkodó emberré is. Misi, megjöttek a rajzok. Kitűnő. Válasszunk. Ősz. Várj, úgy jól néz ki. Ez jó lesz. Na. Szép ez mind. Igen, csak ez valami végül majd enni, ugye? Találni helyet, találunk. Ez egy azt más mennyi, jellegű. Ez hogy is áll? Hát valószínűleg így. Az aranykorban 12-en készítették a Jópajtást. Hát ahhoz viszonyítva most egyedül szerkeztem a lapot, van egy kivételesen jó stáb azért, aki kívülről támogatja a lapot, az irodalmi rovatunkat, a becsei történéseket, és hát a sztárvilágnak az eseményeit egy-egy kolléga szerkeszti. Én gyűjtöm Újvidéken, a szerkesztőségben össze az anyagokat. Lehetőség szerint kilátogatok iskolákba, egy-egy helyszíni riporttal gazdagítjuk az újságunkat, ugyanis az a célunk, hogy ne csak informáljunk, hanem hozzuk be a gyerekeket. Tehát a mi tanítványainkról szóljon, és ők is kerüljenek be a labba. És amikor minden összeáll, ez körülbelül egy hetes folyamat, akkor a tördelő veszi kezelésbe a dolgokat, grafikailag megmunkálja a képeket és a szövegeket, összepárosítja, és nyomdakészen szinte kerül a nyomdába, ahol aztán egy óra hossza alatt kinyomják az újságunkat, tehát ez hétfői napon történik, és aztán csütörtökön, sőt, sok helyen már szerdán kapható a lap. Megy a munka? Nem megy a munka. Jó van, nincs gond a édes kalácssal. Azt gondolom, hogy a Jópajtásnak változnia kell.
ugyanis a mostani gyerekek nem olyan igényekkel vesznek kézbe egy lapot, mint 20 vagy 30 vagy 50 évvel ezelőtt. Talán ezekhez a modernkori igényekhez képest nem is tudott a jó pajtás igazán fölzárkózni. Tehát ezt így beletesszük, stavljam a etákat. Znáči, nie ovo sve, to je jeden deo samo, jel te? Našich novina. A közszolgálatiságot mindig is szem előtt kellett, hogy tartsuk, és nem egy szórakoztató lap kiadására vállalkozik egy közszolgálati ház, amikor gyerek lapot ad közre. Azt is gondolom, hogy a gyerekeket mégiscsak a fölnőtteknek kell irányítaniuk. Tehát olyan tartalmakat vinni a gyereklapba is, ami őket is neveli, oktatja, tájékoztatja, miközben szórakoztatja is. Szóval ezek a céljaink. Na most, hogy valóban célt érünk-e, ezt le lehet mérni az olvasottságon. Hát sajnos azt kell mondjam, hogy a példányszámunk csökkenőben van, és ezt nem lehet azzal megmagyarázni, hogy sokan elköltöztek. Ez igaz, ez benne van a játékban, viszont úgy gondolom, hogy még most is a potenciális olvasószám jóval nagyobb lehetne, amennyiben talán sikerülne egy megfelelő nyelvet megtalálni a gyerekekkel. Tehát vizuálisabban, grafikailag érdekesebbé, vonzóbbá tenni számukra a lapot, olyan tartalmakkal megtölteni, ami igazán az ő korosztályukat érdekli, és talán a világot is tágítja bennük. Csak mutassa meg, hogy mit sikerült eddig megcsinálni. Ez a felső része, ez az alsó, második. Igen. Oldal. És akkor hol vágják? Itt valahol vágják, ugye? Vágják itt. Így jön ki az újság. Szóval vágják itten, vágják itten, vágják itten. Megvan egy méret, ami ott van a jópajtásnak, ugye? Persze. A jópajtásnak néhány éve jelent meg az internetes kiadása, és nagyon szűkös, szegényes, azt mondhatom. Nem azért, mert nem lenne kapacitásunk fölfejleszteni, hanem pontosan az a célunk, hogy magát a nyomtatott lapot olvassák a gyerekek, ne pedig az interneten keressenek rá azokra a tartalmakra, amit mi összetudunk hétről hétre kaparni. Én azt gondolom, hogy azért ezen a téren is fejlődnünk kell, nem zárhatjuk ki ezt a kommunikációs lehetőséget a gyerekekkel, mert a mutatók azt mutatják, hogy azért fölkeresik. Azt is tapasztaljuk, hogyha a pedagógusok a gyerekeket újságolvasásra veszik, akkor egészen jó hatásokat tudunk elérni. Elmesélnék egy szabadkai példát, nem győzöm hangsúlyozni, hogy vannak pozitív példák is, tehát a sajtó és a diák között ott áll a pedagógus, és ez a szabadkai eset azt mutatja, hogy ha egy tanár naponta előveteti a gyerekekkel a jópajtást, akkor nem csak hogy megveszik, hanem valóban elő is veszik azt az újságot, esetleg otthon is, ugyanis az órán már feladatot kapnak a gyerekek belőle, és minden óra tulajdonképpen a jópajtással kezdődik, azzal, hogy kiosszák a feladatot, azzal, hogy beszámolnak az olvasottakról, és a gyerekek ilyenkor nem csak az olvasásra szoknak rá, hanem arra is, hogy beszéljenek. Tehát beszámoljanak arról, amit elolvastak, és amíg beszámolnak, addig a többiek is megismerik a lap tartalmát, esetleg fölkelti az érdeklődésüket, és aztán otthon is olvasnak, vagy ráviszik a jó szokásaikat a kis testvérükre, a barátaikra. Csütörtök van, és mint ahogy szoktuk is, a mai órát is mivel kezdjük? A jópajtással, úgy van, mindjárt kiosztom nektek. Nagyon sokan járatják, és visszamenőleg sok évre tényleg nagyon sokan járatták mindig, úgyhogy körülbelül egy-egy osztálynak a fele járatja.
Hát, hogy mi okból, azt nem tudnám pontosan megmondani, de azt veszem észre, hogy mindig, amikor megérkezik az újság, akkor belelapoznak, és nem kell őket biztatni, hanem maguktól a kezükbe veszik, és beleismerülnek, úgyhogy gyakran rájuk kell szólni, mert 5 percet kapnak akkor az órából, hogy kicsit átlapozhatják, de az az érzésem, hogy tetszik nekik. Én régen vettem a jópajtást, és nagyon szerettem, mivel hogy vannak benne érdekes cikkek, amik engem is érdekelnek, és sokat lehet belőle tanulni is. Most már pedig csak azért nem veszem, mert hogy másik újságot is szeretnék járatni, és csak egyet engedtek a szülők. Első óta járattam, de én még kis gyermekkoromban is, óvodás koromban is néztem, mivel a testvérem 6 évvel idősebb, és ő mindig járatta. Szóval az egész család, ez már olyan hagyomány, mindenki járatja, és a testvéremtől is el szoktam venni, és néha össze is veszünk azon, hogy most kiolvassa. Amikor a családomnak olvasom, akkor ővelük is, akkor így tudok felhozni egy témát valamiről, és akkor úgy beszélgetünk egy jó ideig. Újság, ami a gyerekeknek van számva, és nagyon érdekes olvasni azért, mert a felnőtteknek az újságban abban nincs meg az, ami nekünk érdekes. Igazából én szeretem, és szerintem ez egy eléggé érdekes újság. Mindenképpen fontos olvasni, és ez ma egy olyan kérdés, amelyről sokan beszélgetnek, ugye, hogy olvasnak-e a mai fiatalok, vagy nem. Nagyon sokszor azt lehet hallani, hogy nem olvasnak a fiatalok, viszont én azt mondom, hogy olvasnak, csak valahogy megváltoztak az olvasási szokásaik. Tehát nem olvasnak olyan sok irodalmi alkotást, inkább rövidebb szövegeket olvasnak, inkább az interneten kalandoznak, blogokat, Facebookon különféle szövegeket, és a jópajtás is éppen azért jó, mert rövidebbek a cikkek. Tehát ha már egy házi olvasmány elolvasására szeretném rávenni őket, az már nehezebb. Mindjárt az első dolguk az, hogy megnézik, hogy milyen vastag, hány oldalas, és úgy érzem, hogy mindenképpen változtatni kellene a házi olvasmányok jegyzékén is, mert a klasszikusokat is olvasni kell, de valahogy most már nagyon távol áll a gyerekektől a 20. század elejé regényeknek a világa, úgyhogy maradhat természetesen abból is, de hogyha olvasókká akarjuk nevelni őket, akkor a kortárs irodalomból is be kellene vinni minél többet, mint házi olvasmányt is, és az újonnan készült tankönyvekbe is, illetve a tanárnak ugye az órán minél több ilyen szöveget kellene használnia. Én őszintén 6 éves korom óta tudok olvasni, és mindig is szerettem, mert elkalandoznak olyankor a gondolataim, és teljesen ki tudok esni a való világból, és mondjuk, ha vidám könyvet olvasok, akkor ha szomorú vagyok, akkor is jobb kedvem lesz. Én a régebbi generációhoz tartozom, tehát nekem a papír a szent, úgyhogy én a könyvek mellett voksolok, de látom, hogy a fiatalok mindenképpen az internetet használják inkább, tehát az internet az, ami az információ keresésre szolgál, és az olvasásra is, mert megtalálható nagyon sok éppen házi olvasmány is, meg más érdekes könyv is, le tudják tölteni, és akkor se nem nyomtatják ki, hogyha le is töltötték az internetről, hanem akkor inkább továbbra is a képernyőt használják, ugye, tehát a számítógépről olvassák, úgyhogy azt gondolom, hogy nincs a könyvválságban, az biztos, mert látjuk, hogy nagyon sok szép könyv jelenik meg szinte minden nap, de a fiatalabb generáció valahogy inkább az internet világában van. Nézem, neked milyen? Neked milyen áll? Van nekem sok-sok minden. Kiskoromban én is olvastam a Mézes Kalácsot, és leginkább az illusztrációk fogtak meg akkor, meg a rövidke versek, és maga a nyomtatvány illata, kézbe venni a nyomdából frissen kikerült nyomtatványt, ez mindig nagy élmény volt. És emlékszek már arra is, hogy főleg az illusztrációk fogtak meg, de az is, ahogyan a tanárok tolmácsolták, mert ez egy fontos anyag volt, fontos kellék volt egy-egy órán. A Mézes Kalács főként az 5-től 10 éves korosztályhoz szól, tehát ezek a legkisebbek, az óvodások és az alsós osztályokba járó gyerekek.
Másfél éve szerkeztem a Mézes Kalácsot, és nagyon örültem annak, hogy kaptam egy ilyen lehetőséget, mert nagyon nagy kreativitást látok ebben, és nagyon sok lehetőség van arra, hogy fölhívjuk a legkisebbeknek a figyelmét szerintem, még így az internet mellett is. Én igyekszek arra, hogy kifürkészem, hogy mik azok a témák, amik leginkább megfognák ezt a korosztályt. És azt úgy teszem, hogy amikor beérkeznek ezek a rajzok, mert rengeteg munka érkezik a gyerekektől, rajzok és fogalmazások főként, de ami külön élmény, vagyis külön öröm számomra, azok az élménybeszámolók. A különböző kirándulásokról, tanulmányutakról, rengeteg ilyen élménybeszámoló is érkezik, fényképekkel. De valójában a rajzok és ezek a munkák a legárulkodóbbak arról, hogy mivel is foglalkozni, hogy mi foglalkoztatja ezt a korosztályt. A legutóbbi téma az egyes tém otthon. Erre olyan rajzok, alkotások születtek, amiből azt gondoltam, hogy itt a család témája felé kell, hogy induljak tovább. Tehát így a rajzokból kifürkészve indulok a témák felé. Amikor megjelenik a Mézes Kalács, haza is viszek belőle, mivel van egy 4 éves kisfiam, aki szintén érdeklődik a kis újság iránt, főként a rövidebb versek érdeklik, mivel minden este verset olvasunk, vagy mesét, és ez az a két műfaj, ami őt is megfogja, de úgy gondolom, hogy a kisiskolásoknak is ez az, ami leginkább fölkelti a fantáziáját, és ez az, ami egy olyan utat ad, amifelé érdemes elindulni, mivel többféle élményt, többféle kreativitást mozgat. Kicsit úgy gondolkodunk ma az írás-olvasásról, ami mindenki számára elérhető, hogy annak egy ilyen követelménynek kell lenni, hogy mindenki olvas, és mindenki szép irodalmat fog a kezébe venni. De hát, hogy a régebbi korokban is azért ez egy réteg tevékenység volt. Nem mindenki volt írástudó, persze, hogy ez behatárolta a lehetőségeket, de hogy attól függetlenül, hogy az írástudatlanság az háttérbe szorult, a mai embereknek attól nem lett a nagyon nagy százalékában magasabb az igénye a szép irodalom iránt. Ez az egyik helyzet, és az egyik lehetőség az, hogy a gyermekeknek az iskolán keresztül eljuttatjuk azokat a szövegeket, vagy az iskolai tantervben azokat a szövegeket, amelyek aztán segítenek nekik, hogy később is olvasóvá váljanak. Ebben nehézségek vannak, a gyermekeknek van egy előírt tanterve, ami nagyon sokszor nagyon távoli az ő világlátásuktól, vagy az ő nyelvi készletüktől. Megváltozott az olvasási szokások, a gyermekek telefonon olvasnak, számítógépen olvasnak, az interneten olvasnak, az olvasás mennyisége az körülbelül azért maradt. Tehát az, hogy nem szép irodalommal foglalkoznak, nem azt olvassák, az sajnos igaz, de hogy az olvasásnak a mennyisége ezeknek az eszközöknek a segítségével azért egy szinten megállt. Ami fontos, hogy ezek a digitális olvasó eszközök megváltoztatják a nagyon kis gyereknél, hogyha azok ilyen digitális eszközökön olvasnak, megváltoztatják egyébként, vannak erről már tanulmányok, az agyi idegeknek a kapcsolódásait. Tehát, hogy ezek másik olvasásmódokat indukálnak, és azért az irodalom és ezek a könyvek, amiket mi lineárisan lerakunk eléjük, ez nagyon megnehezíti, akadály lesz nekik abban, hogy ezeket a szövegeket befogadják, mert hogy ők egy másik olvasásmódra vannak ráállva. Ami még itt érdekes is látható, az a szülőknek a hatása is, hogy otthon, akinek olvasnak a szülei, tehát példa, az olvasás példa, tehát itt a tanár és a szülőnek a példája, hogy ő olvas, beszélek könyvekről, vagy meséltek-e a gyereknek, ezért még mindig lehet korrigálni ezzel ennek a korszellemnek a hatásait. Tehát, hogyha a szülőnek van rá igény, és a szülő példa, amit a szülő olvas, nem pedig csak azt szeretné, hogy ő nem olvas, de hogy a gyermek olvashatna, az csak úgy működik, hogyha ez egy ilyen közös élmény. Nagyon sokan járnak olvasni szerencsére, leginkább a
az idősebb korosztály, a nyugdíjas korosztály, akinek ugye nagyon sok ideje van olvasni, ők folyamatosan be is iratkoznak, újabb és újabb tagok, illetve ami nagyon pozitív, hogy a gyerekek is nagyon sokan olvasnak. A fiatalok, ők leginkább az ifjúsági regényeket, a népszerű regényeket, például a Leiner Laura Szent Johanna Gimi könyvének minden sorozata nagyon népszerű, és erre bizony van, hogy feliratkoznak előre a diákok, és akkor hát lefoglalják, mert folyamatosan kint van valakinél, úgyhogy ezek a könyvek nagyon népszerűek, de a kisebbek nagyon szeretik a Franklines könyveket, a Mártis könyvek újra népszerűek, a Bogyó és Babócáról szóló történetek, és még a magyar népmesék is egyébként nagyon forognak és közkedveltek a gyerekek körében. Ez nagyon hangulatfüggő egyébként, hogy az ember milyen időszakot él át, vagy mire van ráhangolódva. Egyébként az olvasási szokások és az olvasóknak a szokásai is ettől függnek, hogy milyen hangulatban vannak éppen, mit olvasnak szívesen. Hát most leginkább az új könyveket szoktam átlapozni, átnézni, de ami viszont nagyon tetszik és valóban leköt, azt természetesen utána nem tudom letenni. Magunk bőrén is érezzük azt, hogy a könyvek bizony megdrágultak. Ez főleg a magyarországi kiadványokra vonatkozik. De mivel a vajdasági irodalomban a gyermekvonulat az utóbbi években kevésbé gazdag, ezért az a néhány könyv, amit meg lehet vásárolni, az nem olyan hatalmas kiadás egy család számára, hogyha azt megvásárolják. Viszont tényleg, hogyha a magyarországi könyveket nézem, a magyarországi könyvpiacot, egyrészt ott egy nagyon erős dömping, de hogy a dömping, ez a verseny valahogy nem az árakat lefelé, hanem emeli. Fölfelé. Tapasztalataink szerint még vajdaságban gyerekcipőben jár az elkönyvolvasás, legalábbis ezt látjuk, mi megpróbáltuk párhuzamosan elkészíteni elkönyvekben is a könyveinket, és hát elég gyér az érdeklődés, most ezt mondhatjuk, hogy szerencsére vagy nem szerencsére, de hát én úgy gondolom, hogy a mai napig is a könyv megőrizte a saját varázsát, főleg a gyerekkönyvek esetében. Hát a kiadó produkciójában külön jelentősége van a gyerekkönyveknek, ezekre külön odafigyelünk, illetve hát külön örülünk, hogyha valaki gyereknek szóló kézirattal keres meg bennünket, mert hát általában inkább a felnőtteknek szóló kéziratok érkeznek, miközben úgy gondoljuk, hogy minél előbb el kell kezdeni az olvasásra nevelést, illetve hát nagyon fontos az, hogy a gyerekek minél előbb megismerkedjenek a könyvekkel, az olvasással, és hát ezt minden szülőnek csak ajánlani tudjuk, hogy ha jót akarnak a gyereknek, akkor minél előbb kezdjék el nekik a meséket olvasni, a verseket, gyerekeknek szóló verseket olvasni, mert hogy bizonyított tény, hogy a fantáziájuk sokkal másként gazdagabban fejlődik, mint hogyha csak tévét néznének, vagy pedig számítógépeznének. És hát ezért is a minden évben igyekszünk minél több gyerekkönyvet megjelentetni. Ugye a gyerekkönyveket jobban is vásárolják, jobban is szeretik a vásárlóink, és általában mindig az első kérdések egyike, amikor a vásárlók megkeresnek bennünket, hogy vannak-e gyerekkiadványaink. És hát aztán hatványozottan az ünnepek környékén pedig azt látjuk, hogy ezeket keresik elsősorban. És hát mondjuk örömmel mondhatjuk el, hogy azért minden évben egy-két-három ilyen könyvet ki tudunk adni. Az elmúlt évekből például nagy sikere volt Toma Viktóriának a Széljankos történetekkel, de említhetném Csík Mónikát is. Most fogjuk megjelentetni Mészáros Anikónak a Zepreskerti mesék című könyvét, amely egy nagyon kedves és szép kiadvány lesz remélhetőleg. És hát akkor itt mondanám el, hogy külön odafigyelünk ezeknek a könyveknek a grafikai megformázására is. Szerencsére sikerült kialakítani az elmúlt években pár illusztrátorral egy jó működő kapcsolatot, úgyhogy itt is említenék egy pár nevet, például Bicskei Anikójét, Szalma Viktóriájét, Tóth Alisszájét, akik mondhatni, hogy szinte szakosodtak is bizonyos szempontból ezeknek a könyveknek az illusztrálására. Mint az úri kisasszonyoknak általában, Cikonyának is volt néhány megrögzött, már furcsának mondható szokása. Vegyük például az öltözködést. Hétfőn csak hóvirágmintás tunikát volt hajlandó viselni, kedden a kaminda, szerdán a szerelemvirág, csütörtökön a cseresznyevirág, pénteken a pipacs, szombaton a szárszor szép, vasárnap pedig a viola jöhetett számításba. Könyvem címe Epreskerti mesék, ez egy meseregény, összefüggő történetekből áll, 12-ből vagy 13-ból most egy kicsit elbizonytalanodtam.
És hát a történet egy ilyen remélhetőleg nem klasszikus királylány-királyfi történet, amelyben a szereplők keresik a szerelmet, és némelyik meg is találja, némelyikre pedig majd még a jövőben fog várni ez a feladat. Már egy jó ideje érik bennem, hogy mesékkel foglalkozzam, és aztán egyszer csak egy ötlet adódott, amit megragadtam, és akkor most már könyvformájában is elérhető. Amikor elkezdtem ezt írni, akkor ebbe bele sem gondoltam, hogy egyáltalán kiknek írok, és ők majd hogyan fogják ezt fogadni. Közben tudatosult bennem, hogy nem magamnak írok most, hanem van egy közönségem, egy gyerekközönségem, akikkel vigyázni kell, hogy milyen nyelvezetet használok, illetve milyen mondani valót rejtek el a sorok közé. Nem is annyira egyszerű, mint ahogy az ember gondolja. Egyszerű elolvasni egy mesét, és megérteni, és szórakozni rajta, viszont alkotni egy kicsit összetettebb folyamat szerintem. Nagy meserajongók voltunk mindannyian a testvéreimmel, és hát anyukám, amikor csak tehette, akkor rendszeresen felolvasott nekünk. Még azt is emlékszem, hogy mi volt a kedvencem. Petőfi Sándornak az Anyám tyúkját hurcoltam magammal mindig egy képeskönyv formájában, és ha azt nem vittük, akkor mindig sírás volt a vége. Azt minden este felolvasták. Ezen kívül a népmeséket szerettem még nagyon. Volt a kedvencem, amiket követeltem. Utána, amikor elég hamar megtanultam már olvasni, akkor már magam is olvastam ezeket. És természetesen hát nagy hatással voltak rám a fantázia világomat illetően. Jöhet a mese? Igen. Melyik legyen ma? Ma Széljankó. Széljankó lesz ma? Igen. Melyik mese legyen? Választ ki. Az artistás. Az artistás? Hát csak anya megkeresi, jó? Jó. Tessék a mackó. Na, itt lesz. Meg is van. Szél Jankó az artista. Késő délután volt, és Szél Jankó szokásához híven az ablakban üldögélt, onnan figyelte a járókelőket. Zsüninek és Bőszinek ilyenkor csendben kell maradni, mert anya bébipapát altatja a hálóban. A mese és a mesélés szeretetét azt én otthonról hozom. Nekem is meséltek kiskoromban, bár erről már halvány emlékeim vannak, de nyilván innen jön az is, hogy én is mindig minden este olvastam aztán. Arra már tisztán emlékszem, hogy mesés könyveket, kilométeres benedekelek történeteket olvastam magamnak már később iskolásként este, elalvás előtt, és ez a mai napig megmaradt az olvasás szeretete, és főként az, hogy ezzel nyugtassam le magam, és stresszmentesítsem úgymond magam egy kis olvasással esténként. És az innen adódik természetesen az is, hogy a gyereknek is ezt szerettem volna átadni. Szoktam lapozgatni őket, amikor nincs itt anya, meg az ő könyveiből is, mert szeretek olvasni, meséket hallgatni, és akkor kitalálom, hogy én azt játszom, hogy felnőtt vagyok, és már anya vagyok, és lapozgatom anya könyveit, bebújok az asztal alá, és akkor úgy így csinálok, hogy és akkor így játszom. Azt szeretem a legjobban, amikor kéri tőlem, hogy ő is benne legyen a mesében. Igaz, hogy ez megnyújtja a meseolvasás idejét, de nem bánom, mert ez a fantáziáját fejleszti, és azt is mutatja, hogy van is neki fantáziája bőven. Van néhány mese, amiben őt is beletesszük, a kis gömböc például, abba Adél mindig kell, hogy szerepeljen. Van egy manós történetünk, egy karácsonyi manós történetünk. Ott hát, amikor veszekednek, akkor mindig. Igen, és abban szerepel egy kis család, amiben ő neki mindig benne kell lenni, és ezek nagyon kedvesek számomra. Meg van egy saját mesénk, ami a Sünikéből alakult ki, aztán egy kislány lett belőle, Pipi, és most már Pipi nem ő, hanem az ő legjobb barátnője, és ő azt kéri, hogy Pipi és Adél mit csináltak. És akkor jönnek a Pipi mesék, és akkor anya meséli a Pipi mesét. Úgyhogy egészen nagy mesetárházunk van, és szerintem élvezni fogjuk még sokáig mind a ketten. Meg aztán remélem, hogy a picit is be tudom ebbe csatolni, hogyha odaérünk. Úgy szokott anya mesélni nekem, hogy ő is ledől, mint én, és néha
lerakott úgy, hogy ő így széttárja a lábát, és ő az én fotóm, én ülök benne, és akkor úgy mesél, és így mesél, meg néha úgy, hogy én is lefekszem. És már csináltunk olyat is, hogy én feküdtem oda le, és akkor ő ült én benne. Nagyon fontos számomra az, hogy így végezzük a napot, nem csak azért, mert én is ezt hozom otthonról, hanem azért is, mert időközben megszületett az öcsike, és ez az esti mesélés, ez pedig csak a kettőnk dolga, ez az, amikor már a kicsi elaludt, akkor jön anya, és akkor még mesél neki egy mesét, olvasunk, utána még egy kicsit cseverészünk, mi ezt úgy hívjuk, és aztán puszi, kis éneklés esetleg, még simogatás, és akkor elalszik, és ezek a mi külön időink, külön időtöltésünk, amihez szerintem én is, meg ő is ragaszkodunk mind a ketten, és az, hogy mesével zárjuk a napot, az különösen szép. Csináljunk cirkuszt, és én leszek a traktorista, kiáltott Bőszi vidáman, és már is hozzáfogott a cirkusz csináláshoz. Zsüni és Széljankó a segítségére siettek. Ehhez mindannyian nagyon értettek. És még gyakorolni sem kell. A cirkuszolás megy, mint a karikacsapás. Itt a vége, fuss el véle. Itt a vége, fuss el véle, tűntikém. Szép volt? Igen. Dunna betakar, alszunk már. Dunna betakar, alszunk már. Dunna betakar, alszunk már. Alszunk már, alszunk már. Alszunk már, alszunk már. Alszunk már.